Bemelegítés a start előtt rutinosan mozgatja át magát Király Zsolt, a Paksi Tűzoltóság A csoportjának szolgálatparancsnoka, most nem kevesebb, mint 42 kilométeres táv teljesítésére készül. A célja az, hogy a futással pénzt gyűjtsön, az összeget támogatásként a bátortábor szervezői és résztvevői kapják. A legfőbb célom az, hogy ezeken a 2001-ben megalapult a bátortábor, és nagyon sok daganatos kisgyermek, illetve más súlyos betegségekben küzdő gyermeken segítsek. Ez a legfőbb célom. Lehetett választani a bátortábor oldalán, hogy milyen jellegű legyen ez a segítség. Volt egészségügyi ellátás, volt egészséges étkeztetés, volt rászorulóknak az utaztatása, illetve volt tábor általános anyagi támogatása, és én az egészséges étkezést választottam. A bátortáborok a daganatos és krónikus betegséggel élő gyerekek és családtagjaik számára adnak életre szóló, gyógyító élményeket. Ezek a képek az egyik tavalyi eseményen készültek. A Paksi Tűzoltó rajtuk próbál segíteni a gyűjtéssel. Elég régóta készülök már erre. Korábban az Ultra Balaton szerettem volna lefutni, de megfájdult a derekam, így azt elengedtem. És akkor azt gondoltam, hogy egy ilyen rövidebb távot szeretnék megfutni, és hogyha már megfutom, akkor valami jótékony célból tegyem mindezt. Van egy edzőm, aki támogat ebben, illetve hát természetesen a családom is támogat benne. Hetente 4 alkalommal futok, ebből van 3 futóiskolás, és egy hosszabb, lazább, az lehet 10-től 30 kilométerig valami táv. Eredetileg 200 ezer forintos összeget tervezett, ezt a határt azonban mostanra 18 ezer forinttal átlépte. A Paksi Tűzoltóságon dolgozó kollégái és felettesei is örömmel fogadták a szolgálatparancsnok kezdeményezését. Örültek nagyon annak, amikor megtudták, hogy én egy ilyen kampányt folytatok. Több csoportos kollégám is adományt adott már erre a célra, úgyhogy azt gondolom, hogy igen, pozitívan fogadta mindenki, illetve támogatott ebbe parancsnok úr, kirendeltségvezető úr és igazgató úr is. Különféle összeget az élménykülönítmény.hu internetes oldalon lehet felajánlani a Paksi Tűzoltó és hobbifutó Király Zsolt profilján. A maraton rajtja október 11-én lesz, a jótékonysági akció azonban nem ér véget a futóverseny napján. Jótékonykodni, vagyis pénzösszeget felajánlani, még utána 2 hétig is lehet.